8 gólos mérkőzésre hangolt a megyei rangadóra a Sényői futballcsapat. A Fiumei Viktor Imrő László edzőpáros által irányított együttes a 15. fordulóban a Sajó Bábonyt fogadta és 6-2-re verte ellenfelét. A Sényői így jelenleg 8 győzelemmel, 2 döntetlennel és 5 vereséggel a 4. helyen áll a tabellán. Elég gólgazdag meccset játszottunk, de ugye már nem csak ezen a hétvégén, hanem úgy gondolom most elég jó sorozat áll mögöttünk, ugye 3 győzelem, valamint előtte 2 döntetlen a mostani mérlegünk, úgyhogy nagyon bizakodóan várjuk a hétvégi megyei rangadót. A csapat szereplésén látszik ugye a javuló tendencia, hogy szerintem ilyen 1-2 héten belül mondhatom, hogy teljesen kiegészülünk és kiegyenesedünk. Klepács Krisztián és Bodó Gábor kisebb sérüléssel bajlódik, de ebből Klepács már úgy gondolom, hogy bevethető lesz. Bodó Gabi meg elvileg a jövő heti Cegléd elleni meccsen már ő is hadrafogható lesz. A Kisvárda 2 is jó sorozatot tudhat maga mögött, legutóbbi 5 meccsén veretlen maradt a csapat. Az elmúlt fordulóban a BVSC otthonában nyert 2-1-re a Várda, amely 6 győzelemmel, 5 döntetlennel és 4 vereséggel a 8. helyen várja a vasárnapi mérkőzést. Mindenképpen nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, mert a Kisvárda egyébként eddigi szereplése alapján idegenben még veretlen, aztán szeretnénk ezt a sorozatot megszakítani. Tiszteljük a Kisvárda idegenbeli eredményeit, viszont itthon szeretnénk továbbra is a támadójátékunkat továbbvinni és ebből kiindulni, de úgy gondolom, hogy emellett egy figyelmes, biztonságos zárt védekezésre is szükségünk lesz. A Sényő Kisvárda 2 mérkőzés vasárnap délután 13:30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Tiszafüred Eger, Balassagyarmas Salgótarján, Tiszakécske Mezőkövest 2, Cegléd BVSC, Sajó Bábony Putnok, Tiszaújváros Tája, DVSC 260, DVTK 2 Füzesgyarmat és Jászberény Gyöngyös.